Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ismét Székesfehérvár vendége, tehát otthonról hazajöttek kosteleki barátaink. Vendégem Vaszi Levente, a Gyimesi Csángó népi kultúra ismerője, örököse, egy kosteleki pedagógus. Köszöntelek, szervusz. Szervusz. Jó, hogy itt vagytok velünk. Ugye te mondtad nekem még két esztendeje, hogy kostelek ott van, ahol az ember már azt hiszi, hogy eltévedt, csak még egy kicsit tovább. Én pedig erre azt mondtam, és ezt állom, hogy ahogy néztünk benneteket Velencén, meg a tábort szemügyre vesszük, akkor nagyon is közel van kostelek, hála Istennek, és ezt köszönjük neked, köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy esztendőről esztendőre eljöss hozzánk. No, hát nagyon sok mindent tudunk rólad, hiszen a 2014-es felszállott a páván gyakorlatilag egy ország szurkolt neked, és egy ország szavazott rád. Ez egy gyönyörűséges pillanat volt az életedben, de egy kicsit menjünk vissza, mégpedig azért, hogy tudjuk meg, hogy egy kosteleki születésű fiú, amikor elindul és főiskolára, egyetemre kerül, tehát Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredára gondolok, milyen gondolatokkal megy el a szülőfalujából? Hát szeretettel köszöntöm itt a nézőket. Elsősorban meg szeretném azért köszönni, hogy újra itt lehetünk, két év után. Egy év kimaradt. Mondtam is itt a szervezőknek, hogy mi minden szökőjéig be szoktunk csak jönni. De nem baj, csak tudjunk jönni. Hát én ugye korán elkerültem otthonról, kósterekről. És igazából, tehát ugye, hogy a magyar tanárok kóstelekre kerültek, akkortól kezdett ez az egész hagyományos dolog felelevenedni, tehát életre kelni úgy jobban. Hát addig is volt, azért ott a faluba ott voltunk, de azért nem tudatosult annyira ez az egész dolog. Ez az enyém, ez az elvándorlás, csangálás, hogy mondják nálunk felé, ugye, hogy ez nagy hasznomra volt. És szerintem mindenkinek a hasznára kerül egy olyan dolog, amikor ki tud jönni a falujából, és egy kicsit a táskájába tud pakolni olyan tapasztalatokat, amiket aztán haza tud vinni. Mi került a táskádba Csíkszeredán és Sepsiszentgyörgyön? Azon felül, hogy a diploma, hiszen földrajz történelem szakos tanár vagy. Földrajz szakos. Vagy illetve földrajz igen, szakos. Igen, hát történelmet is tanítok, azért, biztosan azért jött, ja, így, hogy történelem szakos. És hát elsősorban nekem a néptánc az meggazdagodott, tehát a néptánc tudásom, ugye amíg otthon voltam, addig inkább a műkultúránkot éltettük, gyakoroltuk, és ahogy elkerültem ugye Csíkszeredába, illetve Sepsiszentgyörgyre, akkor meg tudtam ismerni a magyar kultúránk többi részeit, tehát tánc, ének. Ugyanakkor én úgy éreztem, hogy amíg voltam Sepsiszentgyörgyön, a hitemes, a vallásomes, tehát megerősödött. Amíg Csíkszeredában voltam, addig annyira nem tűnt ki az, hogy más vallások is vannak. Tehát annyira nem, ugye ott Csíkszeredában inkább a katolikus vallás az a predomináns, de ahogy lekerültem Sepsiszentgyörgyre, ott már egyre vegyesebb volt. És azáltal is, tehát hogy láttam, hogy más vallások, ez ugyanolyan, mint a többi népzenével vagy néptáncval, és hogy tudom, hogy milyen az enyém,
De amikor megláttam, hogy milyen a más, attól tehát valamilyen szinten erősödik. Tehát ugye úgy a vallás, mint tehát a... Tehát nem eltávolodtál tulajdonképpen, nem, hanem kerültem. Sokkal közelebb kerültél. Tehát ezt vitted haza. Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy neked Kosteleken a helyed? Sokan vannak úgy, hogy meglátnak egy nagyvárost, ráadásul ugye Csíkszereda és Epsi-Szentgyörgy is magyar város, ha úgy tetszik, és azt hiszem, hogy a magyar szó, a magyar nyelv, a magyar identitás jellemzi ezeket a településeket, és egy ízig-vérig magyar fiatalember bizonyosan talált volna magának ott is elfoglaltságot, hivatást. Viszont a te fejedben, ahogy tudom, nem fordult meg, hogy ne menj haza. Én szerintem ez az egész hagyomány, népi vonal, ez vitt úgy haza. Tehát, hogy akkor én úgy gondoljam, azt gondoljam, hogy nem az a, ne azt kívánjam, hogy most, hogy egyebet is ki tudjak próbálni. Persze kipróbáltam, de azért csak vissza tudtam térni a gyökereimhez. És szerintem mai napig ez van a fiatalokban, tehát az otthoni fiatalokban is már, hogy tehát van egy kemény alap nekik, amik otthonról kapnak, úgy néptánci vagy hagyományi vonalon, mint oktatási, tehát növelési. Tehát a családon belül egy olyan alapot kapnak, ami hazahúzza őket, haza hívja őket. Ráadásul ott voltak a példaképeid, hiszen Ferenc András és Éva azt hiszem, hogy példaképnek nevezhető. Ők voltak azok, akik megteremtették a lehetőséget Kosteleken annak, hogy a kultúra ne vesszen el végérvényesen. Mi mindent tanultál tőlük? Hát igazából tényleg így van, hogy ők adták az alapot. Tehát Ferenc, András, Imre, Éva, akik oda kerültek 2004 végén, ők tudtak adni egy olyan erőt, lendületet, úgy nekem, mint a többi fiataloknak is, hogy akkor ez a, megmondták, tehát úgy mondva, megmutatták, hogy akkor mi a, amitől mi csángók vagyunk, amire mi büszkék lehetünk. Igen, hát az identitás nagyon fontos, igen. És ebben a vallás is nagy szerepet játszik. Különösen egy olyan településen, mint Kostelek. Említetted nekünk azt a lelkipásztort, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a kultúra és a magyar nyelv, ne feledjük, hogy azért a magyar nyelv is veszélyben van, bármennyire is Kostelekről beszélünk, Gyimesről és Csángóföldről. Igen, boldoguljon Salamon Antal papbácsi, ő volt, aki ezt a magyar identitást fenntartotta ott Kosteleken a valláson keresztül. Az az érdekes, én mai napig, tehát csodálom azt ott, hogy lássuk a mostani moldvai csángó testvéreinket, hogy a többsége ugye az már asszimilálód, tehát teljesen be van asszimilálódva, szinte. Nem mondhatjuk teljesen, de már ott vannak a román közösségben. És hogy ő, tehát a papbácsink, Salamon Antal, ő moldvai csángó volt, de akkora magyar identitással rendelkezett, hogy ez nem tudom. Tehát a mostani világba azt nem lehet, tehát nem lehet szerintem még egy ilyen példát. Fontos, hogy ezt mondtad, hiszen én gyakorta járok Székelyföldön, és azt tapasztalom otthonról hazajöve, hogy a globalizáció hatása elérte Magyarországot is. Itt gondolok itt elsősorban, hogy nem igazán becsüljük meg a nyelvet. Fogalmunk nincs, el sem tudjuk képzelni, hogy mi mindent tesztek ti Gyimesben, mit tesznek a Székelyföld különböző részein azért, hogy magyarul beszélhessenek. És ez vonatkozik Kostelekre is, hiszen valljuk meg, a kis falvak egyre inkább elrománosodnak. És a rendkívüli a felelősségetek. Ezt érzitek ti a hétköznapokon? Igen, tehát
tényleg így van. Most azért lehet, ahol ugye olyan megyékben, ahol a magyarság többségben van, ott azért nincs meg ez a veszély. Tehát mondom, Hargita megyét, bár ott is vannak olyan falvak, ugye, ahol magyar székely falvak, akik ki vannak téve erre az asszimilációra. De itt, ha Moldváról beszélünk, tehát ők teljesen, ők vannak a legjobban szerintem kitéve. Igen, ezt Kallós Zoli bácsi, Isten nyugosztalja, is mondta, gyakorta nekem, nekünk, hogy sajnos ez elkerülhetetlen. Igen, hát Zoli bácsi, ugye ő tanított Lészpeden, tehát ő alapította az első magyar iskolát ott Lészpeden. Igaz, nem volt sok ideig, tehát 50-es évek Igen. után volt, de persze ott is vannak, azért Moldvában vannak olyan falvak, ahol jobb a nyelvállapot. Ez inkább azok a mondják székelyes csángok, tehát akik ugyanakkor telepedtek be Moldvába, mint a gyimesi csángok a Tatros völgyén, vagy esetleg Kósteleken. No, akkor menjünk Kóstelekre. Magyar ház. Az egy álom volt, és megvalósult, és ráadásul most már azért el tudnám képzelni, hiszen egyik beszélgetésünkkor mondtad, hogy most már összeraktad a képeket is, régi fényképeket, úgyhogy na milyen az élet a mindennapokban a magyar házban? Hát azt mondja, ha nem változik, így marad, de nem is baj, ha így marad. Haladunk, hál' Istennek, tehát sok a feladat, ugye az oktatásban, mint ott a magyar ház környékén, ugye ilyen adminisztrációs feladatok, legyen az iskolabusz, legyen az ugye egyesület, rendezvények, pályázatok. Ezért is igényeltünk a tavaly még egy szemét, aki tud ebbe segíteni, és hál' Istennek meg is kaptuk az anyagi hátteret, és most már hárman vagyunk otthon, tehát itt a magyar oktatásban. Van ugye a kolléganőm Bardóc Noémi, magyar tanárnéni, és akkor még a harmadik személy az egy unokatestvérem, aki az ilyen adminisztrációs feladatokban, iskolabusz, ezekben tud ő segíteni. Beszéljünk a gyerekekről. Ez a generáció már, hála Istennek, neked, illetve az Andráséknak köszönhetően úgy nőtt fel, hogy bírja az anyanyelvét egyik oldalról, és azért a segítségeddel a népi kultúrát is megszerette. Én magam is tapasztalom. De milyen ez a generáció? Szívesen tanulnak? Igen, még hál' Istennek, még olyan, tehát én nem látok romlást, úgymondva, tehát a generációk között, tehát ugyanakkor a szeretettel fogadják ezt az egész népi hagyományainkat, tehát éltetésébe, gyakorlásába, tehát nincs gond. Ami gond, tehát ami gonddal küzdünk, s jövőre még jobban, még nagyobb probléma lesz az a gyermekek létszáma. Tehát évre nagyon csökken a létszám Kósteleken. Hát nem csak Kósteleken, de amúgy tehát a csángó magyar oktatás keretén belül is kevesebb a létszám. Holott ugye itt örökké a főnökség, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség az mondja, hogy nagyon szép és nagyon jó Kósteleken, minden nagyon szépen működik, oktatás, rendezvények, kulturális élet, viszont a gyereklétszám, tehát az évről évre most 35 volt, 1-8 osztály, jövőre csak 30. Aztán van ez a generáció, tehát akiket most elhoztunk táborba, azok jövőbe kirepülnek, és akkor még egy nagyot fog csökkenni.
Hát nem tudom, mi a teendő, mert nyilvánvalóan népességfogyás az általában is jellemző a Erdély szerte a magyar falvakban. Egyre inkább előregszik a nép. Viszont az, hogy jelenleg még bírják magukat, ez azt is jelenti, hogy van kitől gyűjtened. Hogy áll a gyűjtemény? Hiszen mi azt gondoljuk, hogy a népi kultúra az abból áll, hogy tánc. Nagyon is jól tudjuk, hogy a gyimesi csángó tánc a legtöbb, a több mint 30 olyan tánc van, ami fantasztikus szám, és mind más. Mind a tiétek, mind a miénk, és több mint 30. Viszont vannak az említett képek, és vannak történetek, vannak dalok, tehát ez így egységben kell kezelni. Lehet ezt így úgy összegyűjteni, hogy ez a későbbiekben közkincs legyen? Igen, tehát ezen dolgozunk, tehát amióta én hazakerültem a szülőfalomba, azóta evel is foglalkozok, tehát gyűjtések, tehát legyen az ének, történetek, de ugyanakkor tárgyakot is gyűjtök. Tehát már mondtam ugye most 2 éve, hogy szeretnénk egy falu múzeumot létrehozni. Ennek megvan a ház, a házikó, viszont még nincs készen, de folyamatban van, és reméljük, hogy hamarosan bepakolhatok. Na most elég szerteszét vannak ezek a tárgyak, amiket így folyamatosan gyűjtök. Az nagyon jó. Érdeklődéssel várom egyszer, remélem megérjük, hogy ellátogathassunk oda. Milyen gondolatokkal jöttök úgy általában Magyarországra, magyarba? Hát ugye elsősorban nekünk nagyon fontosak ezek a jövetelek, ezek a kirándulások. Legyen az tábor, mint például most van ugye Velencén a tábor, ahol tartózkodunk, vagy legyen akár egy fellépés. Tehát ezek a dolgok a gyerekeket ösztönzi arra, hogy szeressék a magyar nyelvet, a hagyományainkat. Tehát kell a sikerélmény a gyermekeknek. Nyilvánvaló azért, tehát a Vrencsán lányok példájából tudom én, hogy rendkívül tehetségesek, és ezek szerint szívesen csinálják, nyilván, hiszen nagyszerű, amit tesznek. És azért nagyon fontos, hogy Ferenci Nóráék az ifjúsági iroda segítségével azért nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a Velence is megvalósulhasson. Mivel foglalatoskodtok Velencén? Bár erről mi beszámoltunk és láttuk is, de azért tőled is szeretném hallani. Hogy telnek a napok? Nagyon jó programok vannak Velencén. Ezekbe műest részt veszünk, de ugyanakkor besegítünk. Tehát én éneket tanítottam a héten a gyermekeknek, még táncba is besegítettem, csak most jelenleg valamiben kell sántika olyan az ember örökké. Úgyhogy jó telik, tehát mondtam, hogy fontos számunkra ez az egész kijövetel. Ugye pénteken lesz, nem titok, a nagyszerű csángó táncház, azt majd mi vesszük egészben és megmutatjuk a fehérváriaknak, mert ez mindig nagy siker. Hogy készültök rá? Mit láthatunk? Úgy kivonatosan, hogy azért maradjon némi titok is. Hát titok örökké van, még ha most elmondom az egészet, hogy mi lesz, akkor is lehet, hogy pont akkor per pillanat valami beugrik nekem, és beliteszem már. Örökké így vagyok, én a fellépésekvel is így vagyok, hogy van azért egy ilyen vázlatom, hogy mit fogok énekelni, de éneklés közben akkor jön meg az embernek a kedve, és akkor még valamit hézatódok. Lesznek énekek, fogok én énekelni, van egy tanítványunk, hát Anita nem tudott eljönni, de vannak még tehetséges gyermekeink, Timár Erika fog énekelni, szavalni és fognak a másik, ugye Vrencsán Leánka, akit láttál, Vrencsán Gabriella, de vannak mesélőink is, tánc lesz, és jó ízes beszéd. Így van. Ha összefoglaljuk, hogy most miről is ejtettünk szót, én azt hiszem, hogy azt szűrhetjük le,
hogy nagyon sok tennivalónk van itthon nekünk az anyaországban, és nem különben nektek is. Én azt kívánom mindannyiunk javára szolgálva, hogy mi tegyük tovább a dolgunkat, és ti is. És lám-lám, azért itt a két gondolat, ha találkozik, akkor valami mindig jól születik. Így van, ez teljesen rendben van, és tapasztaljuk is ezt az egész támogatást a magyarság részéről, az itthoni magyarok részéről. Nélkülük mi se lennénk, és ők se lennének, úgyhogy ez ilyen kölcsönös. Levente, mi tartozunk köszönettel, és én pedig a Fehérvár Televízió munkatársai nevében köszönöm, hogy itt vagytok velünk, nekünk, esztendőről esztendőre, bár most egy év kimaradt, de se baj, majd pótoljuk. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Mi is köszönjük, Isten fizesse. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kostelek, a gyimesi népi kultúra őrzője és atya, bár fiatalember, Vaszi Levente volt. Maradjanak továbbra is velünk, ők is velünk vannak. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.